Üdvözlök mindenkit, Necrotrim vagyok, jön hogy a Russian Code 4-ben Crash nevű pályája, aki most találkozik ezekkel a videókkal, vagy ezzel a videóval, akkor már a C-nél járunk, tehát volt ABC, érdemes megnézni az előző videókat is. Előre szólok mindenkinek, egy pure Rush-ról, tehát egy tiszta Rush-ról beszélünk, hogy hogy lehet végigmenni a különböző Code 4 pályákon, és mint hogy Rush vigyázni kell, mert bekap az golyókat, ha nem, vagy elég ügyes, vagy ha éppen meglepetés ér, ez a Code 4. Ezt a módszert szoktam én alkalmazni, ezt tanultam ki az évek alatt, és a kurva sok óra alatt, amit eltöltöttem Code 4-ben, és ja, vágjunk is bele, nagyon nem húznám az időtöket, jöjjön Crash és Spawn rendszere, szóval, hogyha ezen az oldalon születsz offorként, akkor tudd, hogy a Spawn legtöbbször a házban van, és itt szokott lenni Spawn, nagyon legtöbbször a házban van, ott is szokott lenni azért néha spawn, tehát ezen a területen általánosan spawnolhat az enemy. Következő meglepetés spawn, itt szokott lenni, ott szokott lenni, nagy ritkán ide is berak a házba, nagyjából valahol ide, utálom. Oké, szokott még spawn lenni ott, és tehát ezen a területen még szokott spawn lenni, itt, szokott spawn lenni ott, elég macera, és ha a túloldalról közelítjük meg a spawnt, és menjünk egy kicsit oda, akkor itt a házban szoktak bespawnolni, ezen a részen szoktak bespawnolni, itt szoktak bespawnolni, ami egy tök jó dolog szerintem. Itt szoktak bespawnolni, ott szoktak bespawnolni. Nagy ritkán bespawnoltat ide a játék. Ide is be szokott spawnoltatni, tehát ebbe a házba egy-két helyére be szokott spawnoltatni a játék. Hogy Crashon nagyon könnyen kiigazodj, mikor fordul a spawn? Tegyük fel, hogy onnan jössz és elértél ide. Amint egy játékos az egész csapatból, egy játékos, Code 4 Remaster esetében főleg, ide tette a lábát, akkor a spawn, tehát ide már elértél, a spawn azonnal megfordult. Tehát nincs az, hogy oda, vagy amoda még spawnolhat, azonnal megfordult a spawn. Te eljutottál ide, vagy valaki a társaid közül eljutott ide, és te mondjuk valahol itt vagy, de a társad már ott jár, a spawn megfordult. Ha itt jársz, vagy itt jársz, de egy társad már ott van, a spawn megfordult, azonnal meg kell fordulj, de azonnal és vissza kell jönnöd erre. Érted? És hogyha egy társad, tehát az a társad, aki már ott járt, oké? Okay? És megfordította a spawnt, és te már futsz ide-vissza, de a radaron azt látod, hogy a társaid már mennek arra, akkor jobb, ha tőlem tudod, hogy a spawn annak ellenére, hogy ott van egy társad, aki amúgy már valószínűleg messze jár, de a te társaid ugye már jönnek erre, tehát ahogy megfordult a spawn, a te társaid már ezt az útvonalat járják, akkor tudnod kell, hogy te itt, ha itt vagy, csak ideig értél el, akkor tudnod kell, hogy a spawn megint megfordult. És ez benne az idegesítő, megint megfordult a spawn. Futhatsz vissza. Érted? A társad, aki ott volt előzőleg ezen a területen, az már valószínűleg már körbejött a házbőt, vagy valami. És ugye azon idő alatt te ide futottál, hogy kikempeld azt, aki itt van, de a társaid, mivel kicsit lassúbbak voltak, vagy ők is épp gyorsak, megelőztek és már szedik ki azokat az embereket, akik ott vannak a spawnon. Amint a társad betette a lábát ide a radar szerint, és ezért mondom sokszor kodban, hogy fontos a társaid, hogy merre járnak, amint a társad ide elért, és kiszedett egy vagy két embert, vagy egyet kiszedett már, vagy egy halott van az enemiben, ha a társad már ide elért, és te még ott várod az enemit ennél a saroknál, vagy valahol itt, vagy bárhol vagy ezen a területen, tudd, hogy a spawn megint megfordult, és jöhetsz erre őket kikempelni. Ez egy meglepetés dolog tud lenni az eneminek. Mert hogyha ismered, hogy ennyire gyorsan fordul crashen a spawn, akkor meglepetést, és akkor halálnyugodtan mozoghatsz középen. És ebben az esetben, ha tudod érzékelni, hogy ilyen gyorsan fordul a spawn, és crashen gyorsan fordul a spawn.
Nos, akkor jöjjön, hogyan rásol a végig Crash című történetet, mert ez csak akkor van, hogyha egyik csapat tud dominálni a másik fölött valamilyen szinten. Kezdés. Kezdésnél nagyon vigyázni kell, mert hogy a prócsipás, tehát ha itt elindulsz, ha ezt itt látod, gyakorlatilag egy csipával vagy, és prócsipások ide szoktak beállni, rögtön kempelni azt a sarkot. Ez itt ez a clusterfuck, főleg SD-ben szokták ezt csinálni, úgyhogy óvatosan, tehát SD-ben baszki van a szituáció, tehát az a lényeg. Tehát itt SD-ben, de néha TDM-ben is a jobb csipások rögtön itt kempelnek, de ez vice versa. Csak ugye a másik oldal csípása, az nem ott a saroknál kempel, hanem itt egy kicsit ott föntebb a fűhöz húzódik helyből, és onnan próbál kempelni. Nos, van akik a kocsira szoktak felugrani, nem tudom, hogy miért, de azt szokták csinálni, jobban tudnak célozni, de ugye az ellenfél dobhat egy gránátot, és akkor goodbye című történet van, és nincs annyi időt, hogy elmenekülj, tehát így. Nos, nem tudom, SD-seknek esetleg, hogyha úgy adódik, hogy ugye ott az a, és ha van nálad füst, akkor innen eldobva be lehet dobni igazából a füstöt. Akár azon az ablakon is, és körbe tud füstölni a területet, gyűlöl a füstöt amúgy, de ez egy jó hely esetleg, hogy füstöt dobj. Tehát ha erre eljössz, sőt, még innen is át tudsz dobni az Isten által meg egy füstöt, és akkor el tud fenezni a helyet a társaidnak, és arra tudok menni. Na mindegy, jön Kodnégy. Na most, TDM Dominationről beszélve, Headquarters, ez megint egy másik történet, de hogyan szoktam végigrásolni ezen a pályán? Nem szoktam arra menni, mert ez a halál, főleg azért nem, mert egy ilyen kis fegyvert szoktam ide választani, vagy AK-t. Tehát vagy valami kis fegyver, vagy AK-t, és tényleg lerásolom az egészet a francba. Erre szoktam rögtön elindulni. És ezt kezdésnél rögtön egy ilyen dolgot szoktam megejteni, ide jövök, és biztos eldob ki gránátot. Ez az első pont, ahol lelassítok kezdésnél, és itt már így kinézek. Itt már nem mindig jön valaki. Tehát az első pont az, hogy a háznál lelassítasz kezdésnél, és bejössz, és voilà. Ha valaki előbb ideért, mint te, akkor lehet, hogy fölmegy, érdemes fölmenni, körülnézni, attól függ, hogy a radar mit ritkál, lejössz, és ezzel a ponton vagy az ajtón jövök ki, vagy a lépcsőn jövök le, de elhúzódom erre. Ha nem jön senki, vagy ha lelőttem valakit végképp, akkor elhúzódom erre az oldalra, hogy belássam azt a területet. És aki ott van, azt kiszedem, és kijövök, és hátrálok, hogy belássam ezt, aki itt van, kiszedem. És ugye gyakorlatilag, ha így jössz, ha figyelitek, akkor teljes fedezékbe jössz attól a résztől, szóval ja, így szoktam jönni, és amikor itt kifordulok, itt már zoomolva fordulok ki, hogy azt a részt le tudja fedezni, lelövöm, akit le kell. Na most, ugye eljutottál ideig, a spawn hajlamos megfordulni. Viszont, és itt jön a fontos rész, amíg még itt jársz, és ha van az ellenfélbe halott, amíg még ezen a területen jársz, és van az ellenfélbe halott, azt még a játék mielőtt ideérnél erre a részre, azt még a játék oda le fogja tenni. Azt az 1-2-t. Szóval, és itt van ugye már a játék közbeni dolog, hogy fordul meg az önt. Ha itt jársz és az ellenfélbe meghaltad, akkor oda leszpawnoltatja őket. Te ide jössz, megfordul a spawn, de azok, akik itt vannak, vagy arra, vagy erre fognak jönni, úgyhogy őket ki kell szedni. Na most, van, aki szeret erre elmenni, úgyhogy most beszéljünk erről az esetről, erről az útról, hogy mit kell vele csinálni, mert ez egy kibaszott meg clusterfuck, az az út. De hogyha erre jössz el, tehát egyenesen, akkor ide át kéne futni. Azért, mert ott ismeritek azt a helyet, csipakem folyik, és akkor át kéne ide futni. És amint ugye kijössz a sarok mögül, ahogy ide érsz kb., már be vagy zoomolva.
És ezzel egy nyitott terepet érsz. Ez az út macera, mert egy olyan mozdulatot kíván meg, ami túl kényelmetlen. De ha itt megállsz így kempelni, egy jó csibás kiszed, mint a szar, és egy akármilyen jobb játékos ki tud lőni, ott a hordó mögül kocsi környékén kiszed, mint a szar. Szóval itt futsz, és én, tehát még reflexből csinálok egy ilyen googolást, és fölállok, és úgy megyek, és behúzódom erre az oldalra. Miért? Mert akkor félszemmel tudom azt is követni, ezt a kaput követni, viszont az, aki innen jön, ugye az úgy jön, hogy nem biztos, hogy téged látni fog. Mert ő neki erre kell húzódnia, hogy lássa azt a szöget, de ha így jön, akkor előfordul, hogy láthat, de addigra már te korábban veszed észre ezt az űrgét, aki itt fut, mint ő téged, mert hogy ott az a kocsi fedezék. És az, hogy ne tudják kiszedni könnyen, neki még el is el kell húzódnia. Szóval ez a rész, ez itt kényelmetlen azoknak, akik arra járnak. Szóval te itt jársz, ugye? Eljössz erre a felére, vigyázol arra felére, bla bla bla. És itt jön az első clusterfuck része a dolognak, itt már érdemes dobálni egy vakítót, és vagy bármilyet, de egyébként stun grenédet ajánlok, mindenképp egy stun grenédet, mert gyorsabban dobja el a stun grenédet. És ugye itt eljövök, megvakítom, ide benézek, és akkor na itt jön a legdurvább része ennek a pályának, ezen az útvonalon, hogy kijössz, és két eset van, vagy akkor spawnolnak, de én ide kijönni egy kicsit nózumba szoktam, így, tehát kijött nózumba, hogyha esetleg rám támadnak, akkor közel, nózumba közelebb jobb lelőni, és hát egy olyan fegyver, mint az MP5, az letorálja nózumba az ellenfelet, de ha nem jön senki, akkor helyből ugye egy kis zoom van, és megpróbálom őket kiszedni, de ez egy clusterfuck rész szokott itt lenni. Szóval, hogyha már el is jutottál ideig, és kiszedsz egy-két ellenfelet, akkor szépen meghátrálsz, és inkább visszajössz, elfutsz a rákos fenébe, és akkor kiválaszthatod ezt az útvonalat, de vigyázol arra a részre. Nos, viszont ugye szoktam ezt az utat választani én is, de nem nagyon kedvelem, csak akkor megyek oda, hogyha biztosabbnak érzem. De kicsit visszajövve az időbe, ugye itt járunk, kiszedtük, akit itt ki kell, és én erre szoktam jönni. És egy nagy dolog a Code 4-ben, hogy meg kell tanulni ugrani úgy, hogy ne másszon a karakter. Tehát idővel kell ugrani, mert akkor tudsz lőni, miközben ugrasz. Szóval, ha így mászik, akkor vége a partinak. De ha fel tudsz ugrani, akkor egész jó vagy. Szóval én erre szoktam eljönni, itt bemegyek a házba, oké? Kiszedem azt, aki ott ki kell szedni, vagy aki kijön itt a sarkon, mert hogy miért ne, és fölmegyek. Ha fölmentem, egy kicsit ott vigyázok, de azért mentem föl, mert hogy ezt az utat esetleg le tudom kempelni. Kiszedem azt az egyet, kettőt, de nem állok le itt kempelni, Istenem, és főleg egy ilyen fegyverrel. Nem állok le itt kempelni, én olyankor szoktam leugrani ide gyakorlatilag, és akkor bim-bim-bim-bim-bim, mert közel kerülök ezekhez úgy, ezen az útvonalon, ugye, közel kerülök ezekhez úgy, hogy nem kell távolról harcolnom velük, és ők kikempelhetnek. Ide jövök, kiszedem azt, aki itt van, és átjövök ide, és kiszedem azt, aki ott van. Kiszedtem, én már el is jöttem erre, én azzal az útvonallal nem foglalkozom, ide jövök gyorsan. Ez a rész is tud kockázatos lenni, jó? Mert szoktak lenni ott emberek, van, aki ott befut, van, aki ott befut, de nem lehetetlen őket lelőni, mert ugye amikor ide betérek, akkor így jövök, hogy átlássam azt a terepet. És amikor erre befordulok, már zoomolok is, és ott a headshot című történet történik. Szóval, és akkor, hogyha nincs senki, egy kicsit futok. Tehát itt megvan az opció, hogy futok eddig. És akkor ránézek arra, hogy ott valakit ki tudok-e szedni. Ha ki tudok szedni, ez egy kockázatos dolog. Ha ki tudsz szedni, kiszeded, de föltűnik az embernek, aki erre felé van. És akkor ide jövök, kicsit behúzódok, még megnézem azt, hogy valami hülye elfut-e, és le lehet őt szedni, de azért húzódok ide be, mert aki kempel, az ide jön kempelni, és a fegyverük átlóg, tehát amikor itt megáll az ember, mert ő így szeret kempelni, átlóg a fegyvere,
és te azt itt észreveszed, és akkor leveszed a fegyvered nózumba, és tütütütütütütüt, voilà, c'est fini, és tü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 t
futás, és aki mindig ott kempel, ki tudod szedni innen könnyebben, és akkor átfutunk szépen, gyorsan, nózomba végigjövünk, tüt, és esetleg aki itt van, tehát többnyire ide spónol, oda spónol, azokat leszeded, oda is beszokta spónolni, és mindig elfutnak erre, nem tudom, hogy miért, és őket is le lehet szedni. Nos, hogyha be van szorulva a csapatod ide, van egy olyan helyzet is, Crescent elég szomorú, amikor megtörténik, akkor egy nagy clusterfuck szokott történni, legalábbis eredeti kondémia mindig az volt, mert több ember játszott egy szerveren, mint 12. Hogyha be van szorulva ide a csapatod, kimész, és ugye először is ki kell azt szedni, aki ott van. Az kurva macera lesz, ezért kénytelen vagy egy flash-t dobni, vagy stun dobni, valamit oda dobni, és akkor boldog lenni, hogy ő megvakul. Azért, mert te ki kell gyere ide, és ezen a fontos útvonal így kijössz, és le kell szedd azt, aki ott van, mert ha nem, meg fognak szivatni. Tök előnyben lesznek. Ha a csapat ide be van szorítva, szinte vége a játéknak, mert ott kempel, kocsi mögött, anyám kínja mögött, de neked akkor is azt el kell ott vakítanod, mert ha ő megtalál, itt még őket van esélyed kiszedni. De őt nincs esélyed kiszedni innen, esetleg föntről, de arra is számítanak. Szóval kijössz, persze oda dobtál egy flash-t, és akkor ide futsz, és akárhogy adódik, akármi van, ennél a lépcsőnél ugrasz. Azért ugrunk kevén a lépcsőn, mert átugorjuk az ellenfél fejét. És amikor átugrod az ellenfél fejét, meg tudsz fordulni és le tudod lőni, szóval megzavarja őket, tehát ennél a lépcsőnél jössz és ugrasz. És ha esetleg ő is betér, addigra a sarkon átugrod, mindenképp át tudod ugrani és le tudod lőni. Na most akkor is ugrasz, ha itt nincs ellenfél, ha ugrasz és így ugrunk. De azért, mert megleped az ellenfelet, és itt gyakran jönnek, ez egy clusterfuck area, akkor fogod, és bejössz a házba, és ugye ez egy kritikus pont, ott az ajtóban elég könnyű kiszedni őket, az igazság, nem tudom, hogy nektek milyen, de szerintem elég könnyű a házból kiszedni azt, aki erre jön, és hogyha kiszedted, akkor meg is fordulsz, tehát gyakorlatilag így szoktam jönni, ha nincs itt, akkor ott van, de ha ott van, azon a téren az elf, akkor valami másra figyel, de nem rád. Szóval itt kijössz, leszeded, és akkor feljöhetsz lelőni az illetőt. Na de feljön, miten ezt kiszedted, és, vagy esetleg nincs senki, de ott van valaki, vagy mindenképp gyere föl, mindig gyere föl, mindenképp, mert itt ez a fal, és itt így szoktak kempelni, és onnan nem látod azt az adott illetőt, szóval ezzel a háznál följössz, kiszeded, hogyha nem tud kiszedni, akkor vagy ott lesz, de hogyha így kiszeded, akkor így feljössz, és úgy megpróbálod kiszedni, szóval egy kicsit ilyen hátul munka című dolog történik, szóval így fogod, én ezt így szoktam, és így feljövök, és akkor el van intézve a kód 4 történet. És akkor kijövök, na most ez megint egy clusterfuck érja, és tök szerencsések azok, akiknek van egy jó videókártyájuk, nagy képernyőjük, és még értenek is így a kodhoz, mert az ott a clusterfuck. Tehát itt kijössz, és szétdarálnak. Viszont tök jó, hogy ott az a kuka, mert esélyt ad azoknak is, akiknek kevesebb FPS-ük van, vagy nem látnak olyan jó, vagy nem tudnak olyan jól célozni. Szóval két eset van, ha jó vagy célzásból, akkor azt ki kell szedni. No, nincs mese, de ha nem vagy jó célzásból, a Code 4-ben van annyi időd, hogy kifuss és elfuss ide, és itt legugolj, lehasalj, mert át lehet lőni a kukán, lehasalj, és akkor itt van esély, itt már van egy esély annak is, aki kicsit gyengébben lő, vagy rosszabbul lát, vagy nem túl sok FPS-e van, hogy kiszedje azt az egy embert, aki ott van. Nos, a következő dolog, elérsz ide gránátot dobsz. A probléma még ott szokott lenni, ő szokott ott lenni, de ő nem annyira tud figyelni erre a részre, ő inkább ezt a részt figyeli itt. Oké? Okay? Szóval ő még azért szokott lenni egy probléma, tehát főleg az ott, de valamiért Code 4 Remasterben nem annyira használják ki, de Code 4 eredetiben kihasználják ezt a részt, csak szólok, hogy vigyázz című történet. Szóval kijössz, én is szoktam egy gránátot dobni át azon a résen,
gyakorlatilag csak egy kifutagrálva, át azon a résen és egészen a spawnjukig. Ha van itt, akkor jön a szokásos kör. Amire érdemes gondolni és figyelni, az ez a rész. Látjátok, ott belátod a kukát, előszeretettel használják SD-ben ezt a részt itt, mert rálátnak a kukára, és néha, hogyha nem akarsz alul rásolni, akkor ki tudsz jönni itt, csak fontos, hogy ha itt jössz fel, és nem alul mész, fontos, hogyha ide jössz, akkor fuss, és ne akadj el, mint én, ritkán használom ezt, hogy fuss, és úgy tudod megoldani a dolgokat, hogy esetleg ne lőjenek ki. Egy dolog, amire érdemes figyelni, ott egy kemper, és már tetőre idegesít, és nem bírod kiszedni, és már mentél utána háromszor, és mindig meglepetést okozott, és ki tudod szedni, akkor, és beszpónolsz, akkor gyere el ide, menjél föl ide, és látod? Innen tudod látni a lépcsőt. Fogd ide, mert ha társid ide spawnolnak, és ott kemperek köcsög, és nálad nem egy ilyen fegyver van, mint nálam, mert amúgy érdemes egy ilyen fegyvert választani. Azért. Érdemes egy ilyen fegyvert választani, hogyha így végig rásolod, mint én, de egy MP5-tel macera lesz kilőni, nem lehetetlen, csak macera. És akkor látod a lépcsőt. Vice versa. Tehát ő is láthat téged. Aki ismeri nagyon a pályát, ez ide benéz, mert innen is szoktak kempelni, egy gyűlöletes, hogy innen tudnak kempelni. És akkor esetleg onnan ki tudsz szedni, de ez a hely kényelmesebb kiszedni onnan az ellenfelet, mint onnan ezt, innen ezt az ellenfelet kiszedni itt. Nos, mire érdemes még figyelni? Annak a házak a tetejére föl lehet menni, ritkán, de kihasználják néha. Át szoktak onnan ugrani, még igazából erről az oszlopra, onnan odaugrasz az oszlopra, és arra ház, annak a házak a tetejére is föl lehet menni. Elég macera, az is ritkán használják ki. Ha erről az oldalról jövök, akkor ha ide spawnolok, akkor mindig lecsekkolom azt az oldalt, tehát így jövök, azt az oldalt mindig lecsekkolom, ha nincs ott senki, tehát elég macera ide spawnolni. Tehát ha beszponolok ide és itt jövök ki, tegyük fel, mert többnyire ide dob a játék, vagy oda, vagy több mindegy, de ha erre jövök, még mielőtt nagyon itt kirontanék a nagy örömbe, tehát innen kinézem azt a sarkot, kilövöm, amit ki kell lőni, ide jövök, és ezt a sarkot még mindig nézem, és csak azután fordulok rá erre. Eleve, hogy közelebb vagyok a megkívánt lőni a célhoz, amit lőni szeretnék, de addigra már itt vagy elmentek, vagy kilőtték, vagy kilőtted, valami van, és akkor célzok erre, kilövöm, amit ki kell lőni, esetleg reménykedsz, hogy ott nincs senki, és akkor miután kilőttem azt, aki itt az ajtóban van, akkor kezdek el futni. Sok esetben megállok itt, fölnézek, és kilövöm, amit kell, de kockázatos, mert a tetves csipa onnan mindig kiszed, ugye, című történet, és itt szoktam futni, és ide futok igazából. Azért, mert más is futhat, és jöhet az ellenfél, és nem megyek szembe vele, mint a hülye futva, mert akkor tudni szállsz az önök, hogy lelőtted. Az első futás, az innen megtörténik, és ide futok, és innen olyan tetű könnyű őket leszedni, mert nem tudnak rád fordulni, tehát nem tudja ezt csinálni, elkapod, tehát nehéz, mert kényelmetlen ez a mozdulat, akármilyen gyors vagy, akármilyen ez a mozdulat kényelmetlenebb, mint ez a mozdulat. Szóval ide jövök, és akkor onnan ki tudom szedni azt, aki onnan jön, és egy befordulásra ki tudom szedni azt, aki. Bejövök ide, ezt így meg szoktam nézni, de így csak így gyorsan, hogy van ott valaki, ahol lövök, nem, és akkor átfutok a kukához, és így zoomolva bejövök. Tehát érdemes itt zoomolva bejönni, mert jobban ki lehet őket lőni, mint hogyha no zoomban itt próbálkozna, mint az őrület. Szóval fogsz, ide jössz, és tüt, kiszeded őket szépen. Itt néha meg lehet twistelni az útvenet. Fogod, kiszeded, benézel, kiszed az elsőt itt, benézel, hogy jön egy második, harmadik, a szerencsétben ki tud őket szedni, de kód 4-ben lehetséges, hogy kiszedj egy tárra három embert, kiszeded, de ha nem jön senki, akkor én itt fel szoktam menni, el szoktam ide jönni, és kinézek ide, hogy őket ki tudjam szedni. Ha kiszedem, vagy nincs ott senki, nem lemegyek, ezt szoktam csinálni, hogy így ide jövök. Tehát látjátok, onnan oda és ide. És itt már nózumban operálok, kitérek,
És hogyan kerüljük el azt az illetőt, aki ugrik, aki ezt csinálja. Mert aki ugrik, az kénytelen ezt csinálni. Gyakorlatilag, hogy oda becélozzon. Na most hogyan kerüljük el azt, hogy az illető ne lőjön le, mert nagyon sokszor, nagyon gyakran előfordult, hogy lelő, ugye itt vagy, én nagy ívben kerülök ide, tehát ebbe a szögbe húzódom be, és így megyek föl, és ide is érdemes benézni, mert leszokott tudod spónoltatni még embereket. Tehát érdekes módon, amikor ezen a területen vagy, amíg el nem érsz ide, addig nem fordít spawnt a kód 4, de amíg ezen a területen vagy, még oda beszpónoltat embereket. Úgyhogy ezért szoktam én itt így jönni, széles ívbe, és így szoktam őket lelőni, és innen még van esély azt is lelőni, még egy MP5-tel is, és bejössz, és erre az oldalra húzódva benézel a házikóba, én általában át szoktam futni, hogy kényelmesen kiszedjem azt, aki az ajtóban van, esetleg az ablakban. Itt, ha itt megyek ki, és így nem próbálom őket leszedni, eleve az a célzás, hogy ha bezúmolok elsőre, oda célzok egy falra, nem egy ablak, nem egy izé, de az, aki ide spónol, az ne fog lőni. De ha ide jössz be, akkor innen szeded ki őket, akit ki kell, és befordulsz ide. És kiszeded azt, aki itt ki kell. Srácok, crash, rassolás változata. Remélem, hogy kimerítettem a legtöbb dolgot. Ha esetleg kihagytam volna valamit, akkor kérlek, írjátok le a kommentbe, de most már ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!